Kedves nézőink, futóversenyt rendeztek nemrégiben Ajka várossá avatásának 56. évfordulója alkalmából, most erről láthatnak egy összeállítást. 3, 2, 1, 5! Milán, honnét jött a versenynek az ötlete? Tavaly évben először rendezték meg Ajka város 55. évfordulójára, a Ládi Jani sportbarátunk kezdeményezésére. Ugye a Nagy László Városi Művelési Központ is sportcentrum fölkarolt ezt az ötletet. Most ugye Ajka 56 néven fut az idei rendezvény. Idén 56 kilométert kell teljesíteni a résztvevő csapatoknak. Egy csapatban 22 fő versenyez. 10 futnak 2 kilométeres távot és 12-en 3 kilométeres távot. Most idén 5 csapat indult, megközelítőleg 100 fő, úgyhogy szorítsunk a sikerükért. És hadd kérdezzem meg, esetleg hétvégére szerveztétek volna a versenyt, nem itt csütörtökre, akkor esetleg többen jöttek volna el szerinted? Eléggé telített ebben az időszakban a futóknak a programja, és itt a környéken is aztán félmaraton vagy maratoni futóverseny lesz szombaton, úgyhogy kénytelenek voltunk igazodni ehhez. És hadd kérdezzem meg, láthatunk itt iskolásokat, melyik iskolába jöttek a diákok? A Szigből biztosan, a Brodyból is, ugye a Liska tanár urat láttam, és a Szánócki Szilviát. Biztos, hogy másik iskolákból is jöttek, de így akik megszerveztek, csapatot hoztak, ez a két iskola volt. És akkor jövőre 57 km vár majd a futókra? Így van, minden évben emelkedik a létszám, majd amikor elérjük a 100 km-t, akkor lesz izgalmas. Információnk szerint soha nem futottál, ez igaz? Igen, nagyon régen, még középiskolás koromban, de az utóbbi 5-10 évben nem nagyon futottam. És honnét jött ez az ötlet, hogy ezen a versenyen indulj? A munkatársaim jelezték, hogy lesz ez a verseny, és hogy többen is indulnak, és kedvet kaptam, meg úgy éreztem, hogy ez a 2 kilométer, ez teljesíthető táv, és így jött az ötlet, hogy induljunk. És mennyit készültél a versenyre? Múlt hétfőn volt egy közös futásunk, és azóta 3-4 alkalommal voltam még futni, úgyhogy sajnos csak ennyit. És hogy látod, hogy menni fog a távteljesítése? Szerintem a távteljesítése az menni fog, viszont nem túl gyorsan, olyan közepes tempóba, de lefutni úgy érzem, hogy le tudom. És akkor a jövőben is fogsz futni esetleg, vagy ez csak egy ilyen egyszerű alkalom lesz? Kedvet kaptam most hozzá, és hogyha sikerül úgy beigazítani az időnket, akkor szeretnék továbbra is egy heti egy-két alkalommal futni. Hogyan kerültél Amerikából erre a versenyre? LZ Form is our contract manufacturer and I came from the US. A kollégáim szóltak a munkahelyemen, ők biztattak, hogy vegyek részt a versenyen. Az Egyesült Államokban is szokott rendszeresen futni, vagy ez is csak egy egyszerű alkalom? Yes, I often run like about 3 times a week. Igen, rendszeresen körülbelül hetente 3-szor, és nagyon jól látni itt a sok embert, akik szintén futnak. Szerintem ez nagyon fontos, segít az egészség megtartásában, szóval nagyon jó érzés köztük lenni. És milyen érzés lesz az úrnak futni hétköznapi ruhába, mert látjuk, hogy nem futóruhába érkezett a versenyre. We'll find out. I think I feel good from inside, but egyelőre jól érzem magam, de elég hűvös van, és még sosem futottam hidegben és warmerban, de várom, hogy milyen lesz. We'll see how it goes. I'm looking forward to it. A versenyt a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola csapata nyerte, a második a Brody Imre Gimnázium lett. A dobogó harmadik fokára pedig az LZ Form csapata állhatott.